megjelent az Eylem a zenekar első nagylemeze, és erről a nagylemezről a Vermintide című dalhoz videóklipet is készítettek a srácok, ami egy lyrics videó. Most ezt megmutatjuk nektek, azután pedig beszélgetek a zenekar két tagjával. Sziasztok srácok, gratulálok ehhez a dalhoz, kliphez, bevallom becsület, hogy nekem visszahoztátok a tinédzser korom rocker életérzését a 90-es évekből, úgyhogy szerintem nagyon király lett ez a videóklip. Grunge, Rhythm and Grunge, ezt mondtátok stílusában a ti zenétekről, még mielőtt megjelent volna ez az album. Ez maradt, vagy ez valamilyen szinten formálódott, ahogy elkészült az új nagy lemezetek? Elsősorban szia, és köszöntjük a nézőket. Igen, azt gondoljuk, hogy ez illik ránk a legjobban. Ugye a grunge az abszolút ezt a 90-es évek vibe-ját hozza, és úgy gondoltuk, hogy azért adjuk hozzá a Rhythm nevet is. Egyrészt már itt talán különleges, meg megkérdezik. Másrésztről meg azért a mi zenénkben van egy kis groove is, és ehhez a ritmusossághoz illet szerintem a rhythm kifejezés. Egyébként nem mi találtuk ki, hanem a Szabó Dávid a Slow Mashből, de tetszett nekünk is, meghagytuk. Két éve jelent meg az első EP-tek, és ahhoz képest most ugye itt a nagy lemez. Azért én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény másfél-két éven vagyunk túl, vannak túl a zenészek. Hogyan tudtátok, milyen erőket kellett, hogy mozgósítsatok ahhoz, hogy ez az album ez létrejöjjön? Elsősorban mindez a dobosunknak köszönhető, Szőlősi Andrásnak, akit eddig sose emlegettünk, mikor itt voltunk nálatok tavaly, mindig kifelejtettük, úgyhogy ez ma neki... Megkaptátok ezt tőle? Vagy... Meg mindenkitől, úgyhogy ezt neki dedikáljuk, ezt a ma estét. Igen, ezt a lelkiismeretünk mondatja velünk, mert kihagytuk szegényt, úgyhogy most bepótoljuk. Hogy egy kicsit a nagy lemez tematikájáról beszélgetünk, akkor milyen irányt vett a lemez szövegében és életérzésében? Igazából mi mindig ilyen valós élethelyzetekből, meg ilyen történetekből indulunk ki, és akkor általában azokból születnek a dalok. Nyilván egy kicsit el van maszkírozva, de hogy minket így ez érdekel, valamilyen nagyon valós dolog, ami általában megérint minket, vagy kicsit elszomorít, mert hogy mégis kicsit grunge-osok vagyunk. Szóval általában ezekből táplálkozik, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy olyan lett a lemez, mint egy ilyen lepkegyűjtemény, hogy különböző sztorikból áll össze. Most egy picit visszatérve még az előző kérdésemre, mert egy kicsit kifaroltatok belőle, hogyan épült fel, vagy hogyan alkottátok meg ezt az albumot, mert azért nehéz időszakon vagyunk túl? Igen, abból a szempontból nagyon nehéz volt, ugye, hogy eléggé korlátozó volt a mozgásunk, a próbák, ugye... Ez egyfajta töltekezés volt egyébként nektek? Egy kis kreatív feltöltődés? Persze, hogy ez már előtte is. Abszolút, csak ugye volt a lockdown, és nagyon nehéz volt munkából próbára érni, és ugye próbából haza, és ez egy ilyen nagy veszőfutás volt nekünk, pláne
a lemez felvétele és a felvételt megelőző felkészülés. Úgyhogy az a része megpróbáltatás volt, és ennek a kicsúcsosodása most ez a lemez. Szóval mi ezt a mostani részt nagyon jól éltük meg. Az idevezető út az picikét rögösnek mondható. Beszéljünk egy kicsit a Vermin Side-ról. Az imént láthattuk ugye a videóklipet, lyrics videó. Miért pont ezen dal mellett döntöttetek, hogy megmutatjátok képileg is? Hát igazából azt gondoltuk, hogy ez egy olyan dal, ami elég jól megmutatja talán mindegyik arcunkat. Tehát, hogy van benne egy kicsit ilyen húzás. Hát, amennyire látszottok benne egyébként. Igen. A klipet egyébként Jakab Péterrel meg Kósa Péterrel készítettük, ugyanúgy, mint a tavalyi Mother című klipünket. Így hasonlít is a világa, de most lehet, hogy mindenki jobban járt, hogy nem mi látszunk, hanem a szövegünkkel. Szóba került már ugye ez a 90-es évek grunge életérzés. Ti onnan kikből merítkeztek, milyen zenekarokból merítkeztek, amikor dalt írtok? Hát az összes olyan zenekar, amin felnőttünk a 90-es években, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, ezekből indulunk ki, de egyébként, hogyha a zenekart így végigkérdeznéd, azért mindenki más mondaná más szerintem. Ugye bemutattátok már a nagy lemezt. A nagy lemez már fent van a felhőbe, bárki elérheti, viszont fizikai formátumban még nem jelent meg, de ez is terve van. Kazettán is és bakeliten is. Miért volt fontos számotokra, hogy megfoghassák a rajongók ezeket az albumokat? Hát igazából mi magunknak akartuk CD-t, hogy így felmutathassuk, hogy van egy CD-nk. És aztán itt a srácokról kiderült, hogy ők csinálják a Record Store-t, és kérdezték, hogy nem akarunk egy kazettát is. Mi meg egyből mondtuk, hogy hát dehogy nem. Mondjuk amióta én elmeséltem többeknek, így még senkivel nem találkoztam, akinek van lejátszója, de majd most lesz miért venni. Ugye június 25-én volt az a koncert, ahol bemutattátok az új dalokat, az új nagy lemezt. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig? Már ugye fent van az interneten is az album, és hallhatta a közönség élőben is. Igen, hát a koncert az egy nagyon jó élmény volt. A jó ideje először léptünk fel, és szerintem ott sok minden így felszakadt, és csak jól éreztük magunkat. A lemeznek nagyon jó a fogadtatása. Néha kicsit az is az érzésem, hogy az emberek ezt nem is nézték ki úgy belőlünk, de... Kivéve a dobosunkból. Igen, a dobosunkból kinézte mindenki, igen. Szőlőtől ezt el is várták. De jó a lemez fogadtatása. Az azt jelenti akkor, hogy várható esetleg egy új videóklip még, így a közeljövőben erről a 10 dalos lemezről. Igen. Akkor azt mindenképpen hozzátok kell hozzánk. Jó, úgy lesz mindenképpen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszi.